Március 22-én tartott képviselőtestületi ülés második napirendi pontjaként tárgyalták a közelmúltban létrehozott Kalocsai Közétkeztetési Intézmény nyersanyag norma és egyben térítési díj 5%-os emelését. Az előterjesztés kapcsán Simon Zoltán önkormányzati képviselő szerette volna megtudni, hogy mi indokolja az emelést, amelyre az intézményvezető adott választ. Eddig is és ezután is szeretnénk mindenféle szempontból megfelelni a hatóságoknak. Ez érvényes a közétkeztetési rendeletre is, és ahhoz, hogy ezeket a rendeleti dolgokat teljesíteni tudjuk, én úgy gondolom, hogy 5%-os emelésre van szükség. Ahhoz, hogy a gyerekeknek több alkalommal tudjunk teljes kérdésű anyagból, vízből készült pékárukat adni, azért, hogy a káciumbevétel meglegyen, ahhoz heti nem egy és két alkalommal kell az óvodások részére például tejet adni, és itt ez a költségeket jelentősen megemeli. Jelenleg az intézmény teljes mértékben kihasználja a norma keretét, tette hozzá Kis Ilka Anikó, aki leszögezte, hogy az egészséges anyagok élelmezésben nagyobb arányban történő beépítése indokolja az 5%-os emelést. Simon Zoltán felhívta rá a figyelmet, hogy a kormányzat már korábban hozott egészséges étkeztetésre vonatkozó intézkedéseket, így véleménye szerint már akkor lépni kellett volna a szükséges áremelés kapcsán. Én akkor sem tartom indokoltnak, én el tudnám képzelni, hogy ezt a költségemelkedést akár máshonnan történjen az átcsoportosítás. Ugyanakkor annak is elég rossz üzenete van, hogy létrejön egy új intézmény a gyerekétkeztetésre, és tulajdonképpen azzal kezdi a működését, hogy emeli a költségeket, költségek árát, és ezzel gyakorlatilag az étkezés árát. Dr. Bálint József válaszában többek között elmondta, hogy egy évvel ezelőtt jelent meg a módosítás, amit évközben nem eszközöltek ugyan, azonban így is törvényesen járt el a Menza Kft. Dacára annak, hogy nem hárították át a költségeket. És ezt ellenőrizték le, és ők javasolták, hogy egy módja ez is, hogy bizonyos áthárítás történjen ennek azért, mert mindent a magyar állam nem tud lenyelni, meg az önkormányzat se. Szíve joga mindenkinek, hogy támogatja vagy nem támogatja, ez van mögötte. Minden év április 1-ig rendezni kell ezt. Eddig is kellett. Mind a szociális ellátásnál, mind pedig az étkeztetésnél. A másik pedig nem az új intézmény teszi ezt, mert most oda van telepítve, de a menzánál maradt volna, ott is rendezni kellett volna a díjakat. A képviselőtestület végül 8 igennel és 3 tartózkodással elfogadta az 5%-os emelésre vonatkozó előterjesztést.